1848. március 15-e nem csak egy dátum, hanem egy korszak fontos része. Ennek a korszaknak köszönhetjük himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. A PTE gyakorló Deák Ferenc gimnáziuma és általános iskolája ünnepségén ezek a fontos szimbólumok mind megjelentek. A koncepció az volt, hogy én azt gondolom, hogy Petőfit méltatlanul háttérben tartjuk jelenleg, és a mai fiatalok nagyon kevésbé ismerik az ő költészetét, és hogyha most így véghallgattuk ezt a műsort, és nagyon sok verset végböngésztem, amíg összeállítottam, akkor azt kell mondani, hogy egy zseniális emberről van szó, és a zseniális hagyatékot hagyott ránk, és ezt nem szabad elfelejteni. A szereplők között voltak alsósok, felsőtagozatosok, de még gimnazista diákok is. Az intézményben fontos, hogy mindenki együtt ünnepeljen. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a művészeti gimnáziumnak a táncos növendékei szerepet kapnak, és itt vannak, és emelik igazából ennek a műsornak a színvonalát, és hát az egyik fénypontja az ő előadásuk, és akkor így próbálunk egy ilyen nagyon teljes képet adni igazából a március 15-ével kapcsolatosan. A március 15-ei műsort úgy állították össze a pedagógusok, hogy a legkisebbek is megértsék az ünnep jelentőségét. Azt gondolom, hogy ahogy a műsorban is elhangzott, hogy az ünnep az életnek a felsőbb szintje, rangja, azt gondolom, hogy fontos a közösség életében is, hogy nem csak a történelem órákon hallanak erről az eseményről, hanem közvetlen közelről megtapasztalhatják, példákat láthatnak, mintákat láthatnak, és azt gondolom, hogy ezek a sorsfordító események nagyon meghatározóak, nem csak a magyarság életében, hanem a gyerekeink életében is, hogy erről minél többet és minél színesebben tudhassanak. Március 15-e üzenetét azok a szavak hordozzák, amik akkor kerültek a magyarság szótárába, és amelyek máig legszentebb értékeink közé tartoznak: a szabadság, az egyenlőség, a demokrácia és a sajtószabadság.